Slugterra! 99 csodás barlang tele hihetetlen jóval! És aljas gonoszszal! Dr. Black a tudományt arra használta, hogy a slugokat ocsmány gúlokká változtassa! Csak egy harcosnak volt bátorsága szembeszállni vele! Nekem, a nagyszerű prontónak, a csodálatosnak! Jaj, ne! A nagyszerű prontó, ez nem lehet! Te túl bátor vagy, túl nagyszerű! Én, prontó, egy kézzel elbántam Dr. Blackkel, egyszer s mindenkorra elűzve őt és átkozott gúlyait! És maradj kint! De most kapcsolatban! Nem azt akartad, hogy Trixie felvegye a séncsapat igaz történetét? Igazából a cím az lenne, hogy Pronto Geronimo le előkelő története mellékszerepben a séncsapat. Na most mi az? Az egyik rajongóm ötlete volt. Nos, ha, és kiemelem, hogy ha valóban van rajongód, nem érdemlik meg az igazságot? De hát az igazat mondtam. Black és a gúlyai nem tűntek el örökre. De igen, csak nem éppen így történtek a dolgok, tesó. Á, ezek az apróságok senkit sem érdekelnek. Blacket és gúlyait örökre száműztük. És most Slugterra belépett a béke és a nyugodtság korszaga. Jáj! Na ja! Legalábbis! Csak te gondolod, hogy belépett! Szép! Tetszett? Akkor ezt nézd! Kezeket fel! Mongo, te mit keresel itt? Elfoglaltuk az üzletet! Tuk? Utálom ezt a helyet! Slugterra. Gúlok a mélyből. Lám, ki van itt? Ilásé! Valami könnyű nyári rucért jöttél? Ez jó volt. Látom, találtál magadnak egy kajáldát. Igen, ez az egyik előnye annak, hogy elfoglaltam ezt a kócerát, bár a fala feltől mindig okátnod kell. Ja, az itt sosem volt jó. Nem, és tudod, mitől tudnék még okádni? Tőled! Tudod, a bevásárlóközpontban új szabályok vannak. A séncsapatnak tilos a belépés. Nos, akkor mondok én is valamit. A szabályok semmit sem jelentenek a séncsapatnak. Na most már elég? Ide figyelj, Amber. Kapsz még egy esélyt, hogy megadd magad. Azt hiszem, te állsz az utolsó esélyed előtt. Mint láthatod, a biztonsági őröket már kiiktattam. Ó, atyám, ha Amber főnök ezt tette a biztonsági szlingörökkel... Amúgy meg mit kerestek itt? Miért nem volt jó nektek a szemétdomb? Főleg azért, mert attól a helytől már okádnom kell. Há, én azt hittem, szereted ott. Igen. Minek éljünk szemétben? Ebben az üzletben sokkal jobb cuccok vannak. És most, hogy Black eltűnt, ideje volt kinyújtani a lábaimat egy kicsit. Na meg a birodalmamat. Nem te vagy az első rossz fiú ilyen gondolatokkal. Bár azt hiszem, ő rendelkezik a legfurcsább kinézettel. De úgy fogja végezni, ahogy a többi is. Kort, húzz el! Trixie, te jössz! R-
Pronto szintén készen áll teljesíteni hősi kötelességét. Hogy fényképet készítsen, ha a rajongók azt követelik? Mondd, víz! Várj! Mi? Én nem fényképet akarok! Azt akarom, hogy csinálj végre valamit! Úgy is lesz! Még hozzá adok neked egy autogramot! Felturbózott szlagokkal dolgoznak, de ez sem lesz elég a szemétosztak két legkeményebb tagja ellen. Nem kellene valami más nevet választani most, hogy elhagytátok a szemétdombot? Hey! Ez az! Igaza van! Nem feltétlenül. A szemétosztak sok mindent jelenthet. Például azért vagyunk a szemétosztak, mert szemetek vagyunk. Ne. Vagy talán azért, mert mindjárt szemét lesz belőletek. Ja, várj! Mi? Hello, Melo, szutyok egylet! Most szembe fogtok nézni Prontóval! Minden idők a... Lelőni! Eszembe jutotta a szemétdombot! Hú! Kösz, haver! Egy igazi hős nem hagyja cserben a barátait, sem a rajongóit. Ó, egek, aj. Vége, Amber! Ez egy megamorf. És tudom, hogy nem rendelkezel ilyen szintű fegyverrel. Gondolod? Azt hittem, csak nekünk van olyanunk. A szemétdombnak vannak azért előnyei is. Bármilyen fegyvert megépíthetsz, olyat is, mely képes megamorfot kilőni. Amber, ne! Az a szlág még nem áll készen, még nem képes kezelni a... Nekem már semmit nem kell tennem, többé már nem. Most, hogy rendelkezel ezzel! Burpee, állítsd meg! Kord! A bátor harcos. Jó izmos is. Túl fiatalon ment el. Ezt nem hiszem el! Ez az egész rád esett! Ó, nem lehetett több 7-8 tonnánál. Nem nagy kunszt. Na jól van, Amber. Vége az álmokfutásnak. Irány a nagyház, haver! Azt hittem, Black kiiktatása után lesz egy kis szabadságunk, de a rossz fiúk soha nem adják fel. És már csak időkérdése, hogy mikor jut a többi is hozzá egy megamorfhoz. Igen. De akkor miért mosolyogsz? Mert amíg nincs Black és Ghoul, tudom, hogy bármivel megbirkózunk. Kitalálom. A kristályférgek visszatértek Mol Mount földre. Nem. Az átjáró barlangot valami fura martalócok támadták meg. És állítólag gullokkal lövöldöznek. Gullokkal? De ugye ez nem azt jelenti, hogy... Black visszatért? Nem tudom. De hamarosan megtörtént. Váljunk szét! Úgy tűnik, mindenki elment. De jobb megbizonyosodni. Igen, csak termetes a fickó. Úgy érzem, szívesen maradnál most mellettem. Érzed, amit Prontó érez? Milyen kedves dolog a részedről? Fandangókat gyűjtenek be. Kik ezek a fickók?
Egyértelmű, hogy hamarosan ők is Prontó dicső történelmének részeivé válnak. Most hiszem, megtaláltuk a martalócokat. Ők is a felszínről jöttek? Nem, de bárhonnan is jöttek. Gúlyaik vannak! De honnan? Doki már hónapokkal ezelőtt meggyógyította őket. Talán Black visszatért és újakat csinál. Valaki a törmelékek alá szorult. A Slink király az. Nem tudunk átmenni hozzá. Igaza van, őrültség lenne. Valakinek, aki nem olyan hős, mint Prontó. Jöhely! Lehet, hogy ez a legbátrabb dolog, amit valaha láttam. Vagy a legostobább. Reménykedjünk az elsőben. Jól vagy? Csak egy kis szédül. Honnan jöttek ezek a srácok? Közöm sincs, a semmiből bukkantak elő, és elviszik az összes fandangonkat. Van még veled valaki? Dehogy is, mindenkit biztonságba helyeztem, de őket nem bírtam megállítani. De megtetted, amit kell, most már... Prontó a sor! Nagyon tetszik a stílusa. Fedezzétek! Nem kell megköszönnöd. Persze, hogy nem. Ti köszönitek meg nekem. Mosolyogni. De ne aggódjatok, Prontó mindenkit megvéd. Tudom, és hálás vagyok érte. De mi lenne, ha most már hagynád, hogy más vezesse az akciót? Például te, Ben. Mutasd meg, mire képes egy Megamon. Ezt nem hiszem el! Nekik is megamorfiaik vannak! Igen, és úgy tűnik sokkal jobban tudják használni, mint Amber főnök. Úgy tűnik hirtelen mindenkinek megamorfia lett. Ne fogadjunk, hogy egyik sem olyan, mint te! Nézzétek! Egy Infernus töltött be! Biztosan ő lesz az! Rajta tűnjünk el innen! Ha! Egy kis és sok időbe telt, de végre rájöttek, hogy Prontóval hasztalan szembeszáll. Lehet. De van egy olyan érzésem, hogy neked több közöd van hozzá. Doki! Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most már minden rendben lesz. Hála ennek a kis fickónak. Maradj itt, mi utánuk megyünk. Arra mentek, ahonnan jöttek. Kelet felé. Kelet? De hát az... Úgy vélem, az általad keresett szó a lehetetlen, mivel a 99 barlang közül az átjáró barlang fekszik a legkeletebben. A várostól keletre a távoli vidék kopár pusztasága található, és attól keletebbre már csak a vég. És íme a 99 barlang vége, az ismert világ vége. Hű, hogyan juthat át rajta bárki is? Ahogy Prontó is mondta, ez... Lehetetlen! Nos, akkor én a lehetetlent látom. Ott egy nyílás, biztosan azon keresztül közlekednek. Egy olyan nyílás létrehozásához irdatlan mennyiségű energia kell. El nem tudom képzelni, ki lenne képes rá. Nos, én a pénzemet arra a fickóra tenném. Az ott Dr. Black? Nem, nem ő az. Igen, és ennyi a jó hír. A rossz meg az, hogy ez a fickó még rosszabbnak tűnik. Láttál már ilyen gult, Burpee? Úgy tűnik, ki kell derítenük, mire képes.
Burpee! Ne! Átváltoztatta! Ne! Burpee már máskor is változott át, és akkor sem támadt ránk. Lehet, de most van! Nyomás! Hey! Burpee, jól vagy? Az valami gúlozott verziója lehet a gyógyító szlágnak. Ki vagy te? Dr. Blacknek dolgozol? Nem szolgálok embert. Ember szolgál engem. Hát ez nem valami jó. Ő a te harcosod. Egy infernöszt lőttél ki. Te vagy a barlangok védelmezője. Nos, gyakorlatilag igen, de igazából Protto az, aki ugye... Én egy Shane vagyok. Ami azt jelenti, hogy engem kell legyőznöd, hogy átléphess a 99 barlanghoz. 99. Olyan sok. Kinyírni a többit. Megtaláltam az új gazdatestet. Kezdődik? Na hát, Mr. Bűszörny, újra találkozunk! Ez így sehová sem vezet. Az a jégfal nem sokáig bírja. Doki, muszáj meggyógyítanod azt a gúnt, érted? Futás! Kapjuk el a gúnyt! Ez aztán kemény fickó. Jól van, Doki. Készen lesz. Jaj, ne! Doki! Ne! Srácok! Ne aggódj! Amint a szolgám leszel, követni foglak. Ők jól vannak. És mi is jól leszünk. Nem tudom, milyen van a fickónak, de hozzád hasonlója biztosan nincs, Burpee. Már hogy ne lenne? Még egy Infernus!
Ugye tudod, hogy nem menekülhetsz? Ki vagy te? A Keleti Birodalom meghódítója, és még 100 barlangé. Kelet? Ennél keletebbre már nem lehet menni, ez itt a vég. A vég? Ez itt még csak a kezdet. A martalócok azért támadták meg az átjáró barlangot, hogy ide csalják-e birodalom bajnokát. És te bekaptad a csalit. Halljam, mit akarsz tőlem? Új gazdatestre van szüksége. Mi? A sötét energiámmal nem csak szlágokat változtathatok gullá, hanem bármilyen harcos fölött átvehetem az irányítást, mint ahogyan most is. Veled beszélgetek, ugye? A gundokkal beszélgetek. Legalább tudod, hogy kit fogsz szolgálni. Nem láttad Eli-t és Prontót? Semmit sem látok, de hallok. Slug! Pronto! Bocsász! Azt hittem valamelyik martalóc az. Muszáj óvatosnak lenni elvégre? Nem szeretnénk elveszíteni Prontót, ugye? Meg kell találnunk Eli-t. Nézd csak, ott van! Nem esett baja. Várjunk! Ne! Eli! Védjetek meg! Kell egy kis idő, amíg teljesen irányíthatóvá válik. Na, jó, az ott nagyon nem stimmel. Gondok. Biztosan ő tette ezt Eli-jal. Szükségünk van Dokira. Csak ő gyógyíthatja meg Okult és mentheti meg Eli-t. Burpee! Tipikus slug. Menekül a veszély elől. Nem igaz. Doki után megy. Burpee! Azt hiszem, nincs itt. Bármit is jelent az itt. Itt van az a hely, ahol a móka kezdődik. Tudod, per pillanat, az elmédben vagyunk. Az én elmémben? És hamarosan te is, és ő is hozzám fogtok tartozni. Te parazita! Mindvégig úgy irányítottad azt a harcost, mint egy bábut. Kihasználtad, hogy tönkretedd az otthonunkat. Tönkretenni? Te kis ostoba! Nem azért jöttem, hogy tönkretegyem, hanem hogy megvédjem. Azzal, hogy minden szlágot gullá változtatsz? Slugterra csak a szlágok földje. Ti emberszörnyek csak vírusok vagytok, akiket ki kell írtani. És te, Eli Shane, a tökéletes gazdatest leszel, amint a szolgámmá teszlek. Mit művel Gun Eli-jal? Vigyázzat! Nincs valami jó ötletetek? Pronto tudja, mit kell tenni.
Láthatatlan vagyok, mint egy molenoid ninja. Osan, hoppá! Elnézést! Biztos vagyok benne, hogy fogalmat sincs róla, úgyhogy hadd világosítsa fel, a vezéred valójában egy szlág. Na? Pronto, mi az ördögöt csinálsz? Amit rájön, hogy egy szlagot szolgál, minden bizonnyal ellene fordul. Igazán van. Jaj! Szia! Látod? Működött a tervem. Úgy látom, sok kérdésed van. Mi azt illeti, csak egy van. Hogy lukhatom ki az apró feneked a fejemből? Ez nem igaz. Azt is szeretnéd tudni, hogy miért jöttem ide, át a falon. És ezt csak úgy el is mondod nekem? Tudnod kell, kit fogsz szolgálni. Még azon a falon keresztül is éreztem, hogy valami történik a szlágok energiájával. Most a gúlokra gondolsz? Tudnom kellett, hogy rajtam kívül még kinek volt hatalma létrehozni őket. Ezért néhány fandangó szlág és terraportál fúró segítségével áttörtük a falat, hogy ide jöhessünk. De hiába volt, mert úgy tűnik, egyetlen gúl sincs itt. Mert elkéstél, mindet meggyógyítottuk és legyőztük azt, aki létrehozta őket. Most már látom őt, Thaddeus Black. Ostoba módon szövetségre lépett Dark Bane-nel. De honnan? A Slugterre és a mély barlangok közötti határt áttörték, hogy Dark Bane feljöhessen ide. Fel is jöttek, de megállítottuk őket. És most már örökre eltűntek. Ho-ho-ho, nem tűntek el, ahogy Black sem, és talán az apád sem. Mit tudsz róla? Hol van? Én csak a gondolataidat elemzem. Te tartod őt még életben a szívedben, és ezt látom az elmédben. Tűnj el a fejemből! Na ne! Nagyon nem jó. Na jó, lehet, hogy ez a gúl egy kicsit nagyobb. De ugyanúgy fogjuk legyőzni, mint az összes többit. Hogy érezhetek fájdalmat? Hisz ez nem a valóság. Vagy igen? Biztosíthatlak, a következmények nagyon is valódiak lesznek. Amint legyőzlek, az enyém leszel. És amint az enyém leszel, a 99 barlang is az enyém lesz. Nem. Nem tudom, honnan származol, de minden bizonnyal ott is híresek a nagyszerű prontóról szóló legendák. Vagy talán mégsem. Fix! Elkaplak! Ne aggódjatok! Csak a testemen keresztül kaphatnak meg benneteket! Nem szívesen mondom ezt, tesó, de én pont emiatt aggódom. Elég! Nézzétek! A terraportál fúrónak fogy az ereje! Ha nem kap még több fandangó energiát, a terraportál örökre bezárul! Gyorsan! Vigyétek át őket a túloldalra! Energiájuk elég lesz addig, amíg a hadseregemet áthozom ide! Ja,
Látjátok? Pronto sosem engedi, hogy bármi bajotok essen. Kösz szépen, kis haver, de... Szőrszál hasogatásnak tűnhet, de tényleg úgy gondolod, hogy a molenoidot, aki megmentette az életedet, kis havernek kellene szólítanod? Egyelőre. Mivel még nincs vége a dolgoknak. Nagyon nincs. Meg kell akadályoznunk, hogy átvigyék a fandangókat, vagy lőttek a 99 barlangnak. Nem veszed észre, hogy egyre jobban átveszem az irányítást. Bárcsak itt lenne, Burpee. Nem úgy értettem. Annyira ragaszkodsz az Infernusodhöz, és közben nem is tudod, hogy mit is jelent ő valójában. Tévedsz. Jól tudom, mennyire különleges ő. És azt is tudod, hogy mindegyik barlang részben csak egyetlen Infernus él, amelyet az adott barlangok védelmezője birtokol. Micsoda? De hát az a sötét harcos, neki is Infernusze van, ő... A keleti birodalom bajnoka volt. Egy különleges adottságokkal rendelkező harcos, aki különleges képzésben részesült. Őt használtam fel azon barlangok meghódítására, amelyeket előtte még védett. Legyőzhetetlen volt, és jól szolgált engem. De most olyanra volt szükségem, aki ezeket a barlangokat ismeri, és téged választott! Ez reggel fájni fog. Várjunk. Ez itt mind. Csak a képzeletem szüleménye, nem? Talán akkor egy kicsit másképp kéne elképzelnem a dolgokat. Ez az! Vége! Itt én vagyok a mester! Amit parancsolok, azt az elmét teljesíti! Ne! Bezárul. Meg kell mentenünk a fandangókat! Pronto, ne! Vissza kell mennünk! Túl nagy az előnyük! Elkapnak, mielőtt te kaphatnád el őket! Lehet, de inkább engem, mint a 99 barlangot! Kérlek, barátom, menj vissza, amíg lehet!
Ez olyasmi, amire csak Prontó képes. Hé, te behemot bűzlabda! Ideje kirándulni egy kicsit! Na jó, talán lehettem volna udvariasabb is. Vagy talán ezt kellett volna tennem. Nem, ez sem jó ötlet. Kord, nincs több szlágom! Nekem van, csak fegyverem nincs! Itt az enyém! Igen! Kösz, kis haver! Hé, Prontó, merre van? Prontó! Haver, örülök, hogy jól vagy! De kapd össze magad és gyere ide, mielőtt átjön a hadsereg! Fá! Ti barlangi trollok, folyton csak aggódtok, és most bemutatom Prontó legdicsőbb tettét, a fandangók megmentését. Te só, te egy hős vagy. Ó, nem vagyok hős. Csak a legeslegjobb abban, amit csinálok. Eli! Ő nem Eli. Azt hiszitek, így megmenekültök, hogy visszatartottátok a hadsereget? Majd csinálok másikat. Most, hogy megvan a harcosom, semmi sem állíthat meg. Csak saját magatokat zártátok csapdába. Velem! Jaj! Nem! Nem akarom őket bántani! Miért küzdesz még mindig? Nem hallottad, mit mondtam? Nem hallottál eleget ahhoz, hogy tudd, nincs remény? A remény sosem hal meg, főleg, ha még vannak szlágjaim! De most már vége. Jaj! Asta! Eli, tudom, hogy nem tennéd meg. Ne rázd meg, tesó! Micsoda erő! És még többet érzek benned. Ilyen harcos szolgával pillanatok alatt enyém lesz az összes barlang. Nincs ember, troll vagy mole, aki megakadályozhatna. Ne!
Ne a gyógyítót! Ne mozduljatok! Szánalmas! Bármilyen erőd is van, azt hitted! Legyőzhetsz engem! Trix! Mi történik? Nem tudom biztosan, de úgy tűnik, mintha két szlag harcolna 99 barlang miatt. Te undorító Infernus! Már egyszer gullá változtattalak, most sikerülni fog! Ha rajtam múlik, biztosan nem! Ne! Harcos nélkül nincs ereje. Még nem végeztem veletek. Majd találok új harcost. Csinálok több gult. Lesz új hadseregem. Bármeddig is fog tartani. Tudod, a harc alatt sok gul menekült a barlangok felé. Beleértve gúnt is. Majd megtaláljuk őket, az összeset. Ugye, Doki? Annyira fura. Mert annak ellenére, hogy megszabadultam tőle, mintha mégis lenne valamilyen kapcsolat. Mintha hallanám, amit gondol. Keresni egy új harcost. Létrehozni új gúlokat. És egy hadsereget is. Na jó, szóval lesz még munkánk bőven. Tudom is, mi lesz az első. Eldönteni, mi lesz vele. Magyar hangok. Benke Bence, Pálfai Péter, Markovics Tamás, Pekár Adrien, Papucsek Vilmos, Forgács Gábor, Berkes Bence. Magyar szöveg Kocsis Enikő, gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Birgiszer Kinga és Hevesi Péter, szinkronrendező Mészáros Károly. A szinkron a Megamax megbízásából a BTI stúdióban készült.